színesítik és gazdagítják a magyarországi zsidó kulturális jelenlétet. Testvérvárosok Szfát révén a magyar kulturális hivat Izraelben Erzsébetváros is érintett lesz, hiszen ott lesz olyan erzsébetvárosi zenekar, amit a kiképviselőket. És azt hallottam Berától, hogy lesz olyan fellépő a zsidó nemzeti napokon, akik szintén részt vesznek majd Izraelben a magyar kulturális hivat rendezvényén. Ezeken a megbeszéléseken, amit ott folytattunk, és beszélgettünk arról, hogy milyen rendezvények vannak, és néhány nagyobb zsidó kötődésű kulturális rendezvényt meg kellett említeni, akkor természetesen a zsidó művészeti napok az egyik olyan volt, amely mindenféleképpen szóba került. És hogy mennyire várják ezt a rendezvényt, nem csak a kerületiek, hanem a budapestiek, és mennyire részvény vált az életünknek, csak egy rövid személyes példát szeretnék elmondani. Néhány nappal ezelőtt az egyik kollégám panaszolt, hogy szeretett volna egy rendezvényeteken részt venni, és már nem volt jegy. Tehát most itt állunk, nagyjából egy hónappal azelőtt, hogy elkezdődött a rendezvényhozat, és már van olyan rendezvény, amilyen nem lehet jegyet kapni, mi ez, ha nem a sikere. És az, hogy ilyen rövid idő alatt ment ez végbe, hiszen ott beszélgettünk, és nekünk is ki kellett számolni, hogy hanyadik alkalom ez, és hány év állt, amit először, mert nekem úgy tűnt, amikor összeállítom a naptárat, hogy milyen rendezvényeken veszek részt, akkor is jó most természetesen eljövök, hiszen már időtől idő óta itt vagyok a megnyitóban, hogy kiszámoltuk, ez csak 3 év, hogy először itt voltam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy mennyi az életünk részévé vált, és mennyire fontos és kiemelkedő rendezvény. Ez egyébként is gazdag és jó tavaszi kulturális feladatokkal, ami a Budapesti Fesztiválok között legjelentősebb jövőt ki magát jön rövid idő alatt. Gratulálok Berájéknak ehhez a rendszerű teljesítményhez, gratulálok a sikerhez, minden művésznek, aki fellép a rendezvényen. Elsőben sok sikert kívánok, és a rendezvénynek legalább olyan sok sikert erre az évre, és az elkövetkező évekre, mint amilyen nagy sikerrel az előre a megelőttünk az előre az világban. Köszönöm szépen, hogy sok sikert! Köszönöm polgármester úrnak az elismerő szavakat. És akkor folytatnánk a program ismertetésekkel, de mielőtt erre rátennék és átadnám a szót Fejszer Alindának, elmondanám, hogy egy új műfajjal kísérleteztünk ebben az évben, egy videósorozatot indítottunk útnak, aminek egyszerűen az a címe Alinda kérdez. Úgyhogy ezt most folytatjuk. Nagyon jók a filmeket. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük, hogy hasznunk a filmek. Nagyon. Mert nagyon élveztük csinálni őket. Nem minden egyes programról készítettük ilyen filmet, de összesen 9-et mégis igen. Ezek ilyen 7 perces videók, vagy 7-8 perces videók, amelyek szólnak természetesen a programokról, amelyeken az illető művész fellép, de egy kicsit ennél kitágítottuk, egy kicsit nagyobb merítésből beszélgettünk, mert hogy mindenki egy kicsit a saját személyiségét is belehozta, a saját életének a történetét. Szóval 7 percben próbáltuk adni egy kis ízelítőt abból, hogy mi várható a zsidó művészeti napokon, meg egyáltalán, hogy kitől várható. Én borzasztóan élveztem ezt a forgatást, egyrészt azért, mert egy abszolút profistával dolgozhatunk, és gyönyörű lett vizuálisan, de ahhoz képest, hogy mi internetre készítettük egy sorozatot, ez bármelyik televízióban megállna a helyét. Hihetetlen jó volt a hangulat, itt forgattunk mindig a Mászatóban, különböző helyszíneken, tehát hol a bárpultnál, hol itt hátul egy asztalnál, hol ott egy asztalnál, hol voltak már körülöttük, akik éppen ebédeltek, hol még üres volt a tér, szóval nagyon sokféle hangulat van ezekben a videóban. És hát nem utolsó sorban, én, aki ugye végig forgattam, mind a 9 alkalommal szerepeltem, végig postulhattam a Mászatok hétlapját, amit mindenkinek javaslok, meg óriási élmény volt, különösen a rózsaszín humusz, ami még édes is. De ez azért is fontos egyébként, szóval nem csak egy nettó reklám, amit csinálok, hanem most a zsidó művészeti napokon is találkozni fog a kultúra a gasztronómiával. Ma ugyan nincs itt a séf, aki a Mászatoknak a séfje, Molnár Áron, de jól rosszul mondtam?
Igen, a madármás, Kelemen Áron. Hát Kelemen Áron ugyanúgy itt, de volt róla az, hogy esetleg mégis, de nem tudott jönni, viszont nagyon izgalmas karakter az Áron, egyrészt majdnem olimpikon lett, ezt csak csöndben jegyzem meg, de ezt a sporthoz való hozzáállását szuperül tudja a konyhában is hasznosítani, és hát az ő kreálmány egy csomó étel, ami szerepel a mondatban, és majd kiderül itt is, hallgassunk tovább a szót, meg hát nyilván majd mindenkinek lesz kérdése a fellépőköz, így most csak egy pár percben megnézelítőt adunk a különböző műsorokból, és akkor el is kezdjük, jó? Mert akkor először is szeretném a színpadra hívni Fodor Zoltánt és Idán Sarabit, mert ők azok, akik június 2-án, vagytok, szuper jönnek előre, ők azok, akik június 2-án előadást tartanak, Idán Sarabi koreográfus, Fodor Zoltán a társulat vezetője az Invertence. Sziasztok, gyertek ide föl! Kicsit magasan van a mikrofon, ezt szóljátok meg. Szia! Hello! Hello! Vegyétek le egy kicsit! Ah, szuper, köszi! That everything's changing all the time. I feel like my emotions are changing now really fast, and things are shifting all the time. Do I connect to change? Absolutely. It's happening at this moment. I believe in sacred geometry, and the work is all about change all the time. In fact, there's a huge difference, there's a big cultural gap between the Hungarian dancers I'm working with and me and my dancer. That's going to be a lot for you to translate. Okay. Azt kérdezted, hogy miért a változás? A változás az egy állandó dolog körülöttünk, minden változik, az érzelmeim változnak, a munka során, a munka folyamatosan változik. The dancers here are Hungarian. This beautiful six ladies. We have a huge cultural gap, I feel. As an Israeli person coming here to Hungary, I feel there's a big shift, a big change in the perception that we would all have to do in order to accommodate creating. Zenétől feléig fognak minket kalauzolni, zenével is mozgóval, és szerintem mindig azok a nagyon izgalmas előadások, amelyek valahogy már ilyen művészeti ágak közötti átjárást is biztosítanak. Ugye hogy lesz meg így, akkor arra veszik, hogy Zenétől feléig, hogy a személyiségeket ragadják, hogy a művészeti értékeket, amiket előállítottak, vagy hogy? Azért az előadásunk, a koncertünk azért az a cím, hogy Zenemozi, mert ezek új dolog. Tehát a Vadasdalának nagyon hálás vagyunk, hogy minden évben rákényszerít arra, hogy egy új programot kitaláljunk, és ahogy tavaly is álmokról beszéltünk, igen, a film világában kalauzolnak a dolgok, és ehhez olyan alkotásokat találtak idén most László Attila és kiváló csehvitáló zeneszerző írta ezeket a dalokat, tehát ezek valóban tűnő dalok, és Cseplinből felé, Mújjárnyi Állomások, DNA. Milyen erősen rámutta lényegét a városi kultúrára, a zsidó kultúra. A teljesen szekuláris zsidó kultúra, ugye tavaly Frajdon írtunk dalokat, Frajd kapcsán, indultuk el. Ezért, amiből beszélünk, az egy szekuláris kultúra. De egyetemben zsidó hagyományi dalok, a Mújjárnyi viccei azok lényegében átalakul zsidó viccei. A Meridi Monroe vagy talán még érdekesebb történet, ugyanis nem kocsigó, de amikor hozzámunk tartunk illethez, akkor felvette a fiúval. Ez egy különösen érdekes történet. Aztán hát majd a fiú sztori egy került a dalok közé, Garas Dezsőről, pontosan a Kalaposról született egy dal, hát ugye ez egy nem kocsikus fiú. És a mosolás. Igen, csak a dalszövegével ez alatt a valóban a mosolás, és úgy már mindenki tudni fogja, miről beszélek, a régi időtóciáról. És ugye érzeteltem, hogy egy ilyen képkezi dalszövegéből vagyok, nem ezt kinyész, és hát úgy jelentem, hogy te nezőből, hát Cseplinről említettem, az is egy nagyon érdekes történet. Cseplin ugyanis szintén nem volt író,
az Ülékez Fajcában Lenira, hogy őt elég sokszor nézték Zsigon, és ő mindig azt hallottott, hogy ő nem már. Mondta benne valószínűleg cigánynak a homája volt, és elég szállt, és azt hiszem nem ment a hang. És ugye hát Chaplin az a művész, aki a Diktátor című filmmel valami döbbeneteset jósolt meg. Hát azt hiszem az az első olyan film, amiben a zsidók gettóba zárásáról szó van, a háború előtt. Egyszerűen elképesztő. De mennyire gondolkodott honosan? Majd most ennek kapcsán megint. Mert ugye még nem? Én részemből nem. Eszter és a Marian sokkal inkább, ők dolgoztak is együtt Várjáról Ékegyával, én nem. Úgyhogy nekem most lesz egy-két olyan ember, ami már rég kiszerettem volna próbálni magamat ebben a műfajban. Úgyhogy izgalmas ez, de alapvetően ez csak egy kis része lesznek az esnek. Zeneünnek, azért zeneünnek a címe, mert összeraktuk az összes műfajt, amit szeretjük is.